Az Egyesült Államok hétfőn újabb katonai segélycsomagot jelent be Ukrajnának 2,6 milliárd dollár értékben, számolt be a Reuters hírügynökség, amely forrásai szerint a katonai csomag légtérfigyelő radarokat, páncéltörő rakétákat és üzemanyagtartályokat tartalmaz majd. Várhatóan hatféle lőszer, köztük Páncéltörő lövedékek is megjelennek a fegyverlistán, amelyet a hétvégén véglegesítenek. Amerikai tisztviselők elmondása szerint a csomagban szereplő speciális felszerelések és a költségek változhatnak. A listán szerepelnek még precíziós légirakéták, hídverő berendezések, amelyeket Ukrajna az orosz állások támadására használ majd fel, lövedékek a NASAMS rendszerhez, valamint vontató járművek a meghibásodott nehéz felszerelések például tankok kimentésére.